Nem sokára a bankkártyás fizetés is lehetséges lehet az iskolákban, akár az egyes befizetéseknél, akár a büfékben. Készpénzkímélő iskolák címmel program indult Magyarországon, amely a fizetéssel járó adminisztráció csökkentését, a fizetési folyamatok gyorsítását, a pénzügyi ismeretterjesztést és a szemléletformálást tűzte ki célul. A projekt 15 meghívásos pályázat útján kiválasztott iskolában kezdődik márciusban. A program az iskolák gazdasági folyamatait, a szülői befizetéseket és a gyerekek költéseit érinti majd. A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásának köszönhetően banki terminálokat telepítenek ki a kiválasztott iskolákba. A célunk ezzel a programmal az, hogy az iskolák diákjai, meg az iskolák tanárjai a legfontosabbra, a tanulásra, illetve a tanításra tudjanak összpontosítani, és ne azzal töltsék a mindennapjaikat, hogy a különböző kiegészítő tevékenységekre, mint például a különböző befizetésekre nagy figyelmet fordítsanak, hanem ezeket a fizetéseket, ezeket a tranzakciókat, ezeket tegyük átláthatóbbá, gyorsabbá és kényelmesebbé. Ez a célja az Készpénzmentes Iskolák Magyarországon pilot programnak. Ahhoz, hogy ezeket a tranzakciókat digitalizáljuk, ehhez alapvetően az szükséges, hogy csökkenteni tudjuk az iskolai befizetésekhez kapcsolódó adminisztrációt, és gyorsabb fizetési folyamatokat vezessünk be. Erre egyértelmű megoldás az iskolák készpénzmentesítése és ezeknek a fizetéseknek a digitalizációja. Ahhoz, hogy megértsük ennek a kezdeményezésnek a lényegét, először meg kell értenünk, hogy hogy kerül pénz az iskolákba, és mik azok a folyamatok, amikről alapvetően beszélünk. Itt a kollégákkal három fő területet azonosítottunk be. Az első ilyen nagy csoport a szülők befizetései. Ugye itt, ha példát kell említeni, akkor alapvetően a menza befizetésekre gondolunk, osztálykirándulásokkal kapcsolatos költségek, a ballagás, a szalagavató költségei. A másik ilyen nagy csoport a tanulók vásárlásai. Ugye erre egy nagyon jó példa az iskolai büfé, ahol a tanulók pénzt költenek. És a harmadik ilyen nagy csoport pedig az intézmények saját gazdálkodásaival kapcsolatos költések. Ugye itt, ha példát kell említeni, akkor például a tornaterem bérbeadását említeném, vagy az iskola saját beszerzéseit, a szállítói számlák kifizetéseit. Olyan iskolákat értünk tehát a készpénzmentes iskolákon, amelyekben a fizetési folyamatok lebonyolítására készpénz használata nélkül is lehetőség van. Ugye nagyon fontos megjegyezni, hogy lehetőség van, tehát ez egy olyan program lenne, amikor a cél az, hogy a teljes készpénzmentesítést bevezessük, ám ez nem egyik pillanatról a másikra történne, itt alapvetően első körben még a készpénz mellett jelennének meg ezek a lehetőségek, és egy idő után természetesen az a cél, hogy ezek a lehetőségek felváltsák a készpénzmentes folyamatokat. A készpénzmentes iskolák modelljének bevezetése érdekében a pénziránytő alapítvány támogatásával a Mastercard Magyarországi képviselete kezdeményezte a pilot programot, amelyhez a Nemzetgazdasági Minisztérium örömmel csatlakozott. Előzetes terveink szerint 10 iskolában indult volna el a program, de a kezdeti lelkesedésnek köszönhetően ezt a limitet felemeltük 15-re, tehát a pályázat lezárását követően reményeink szerint 15 iskolával fog elkezdődni majd a pilot program. Az egyes fizetési megoldások bevezetése fokozatosan menne majd végbe, terveink szerint ugye 2018 márciusa és 2019 áprilisa között, amennyiben a program sikeresnek bizonyul, ebben nagyon bízunk, hogy így lesz, akkor ezeket az eredményeket reményeink szerint a 2019-es tanévben már országosan is kiterjesztjük. A program részleteiről a Mastercard, illetve a tanácsadóként közreműködő Deloitte kollégái fognak önöknek részletesen beszámolni. Én még röviden annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy miért gondoltuk fontosnak a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, hogy emögé a kezdeményezés mögé álljunk, és szerintünk mi hol tudjuk segíteni ezt a programot. Ugye ezt önök előtt is ismert, hogy 2017 ez egy jelentős év volt a pénzügyi államtitkárság életében, hiszen a kormány akkor fogadta el a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló stratégiánkat, és ebben a stratégiánkban nagyon sok célt fogalmaztunk meg,
Alapvetően azért, mert hisszük azt, hogy a jól választott pénzügyi termékek és a szolgáltatások jobbá tehetik az emberek életét, ehhez azonban tudatos pénzügyi döntésekre van szükségünk. A stratégiában alapvetően az általános, illetve a középiskolás diákokat, illetve a nemzeti alaptanterven belüli kötelezővé tett oktatást célozzuk meg, azonban ezen célok mellett más célokat is megfogalmazunk. Ugye 7 fő területet jelöltünk meg ebben a stratégiában, amit kiemelt célként kezelünk. Többek között itt is megfogalmaztuk, hogy korszerű, illetve készpénzkímélő fizetési eszközök használatát ösztönözzük országszerte, illetve hogy a köznevelés rendszerén belül valós pénzügyi edukáció lehetőségeit teremtsük meg. Ugye azt jól láthatjuk, hogy a készpénzmentes iskolák projekt ehhez mindkét utóbbi célhoz nagyon szervesen illeszkedik és jól hozzájárul, úgyhogy ezért nem volt kérdés, hogy az NGM is örömmel szerepet vállal ebben a programban. Ehhez a programhoz közvetlenül az NGM részéről a POS terminálok telepítését népszerűsítő pályázatunkkal csatlakozunk, tehát amit az előbb említettem, fizetési folyamatoknál, ugye a büfékben kihelyezendő POS terminálok telepítésében szeretnénk mi közvetlenül közreműködni, illetve az egész programot természetesen támogatni. Ugye, amint ezt már többször önöknek elmondtuk, a 2016-ban indított POS telepítési programunk során több mint 60 ezer bankkártyás fizetésre alkalmas terminált telepítünk ki a támogatási programon belül. Ezen programon keretén belül szeretnénk, hogy ebben a 15 kijelölt iskolában is a POS terminálok kitelepítésre kerülhessenek. Ahogy ezt mondtam, a próbaidőszak zárása után levonjuk a következtetéseket, és reményeink szerint a sikerek nyugtázása után ezt országos szintre szeretnénk kiterjeszteni. A bankkártyás fizetési lehetőség a szülőknek, a gyerekeknek, a tanároknak, de akár a büfét üzemeltetőknek is segítséget jelenthet. Az egyik legfontosabb, hogy a társadalom szemlélete változzon, modernizálódjon. Azt gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy a pénzügyi tudatosságot javítsuk az iskolákban. Akkor, hogyha egyre több helyen képesek a gyerekek, a tanárok, akár a szülők készpénzmentes technológiákkal fizetni, akkor ennek mindenképpen lesz egy olyan szemléletváltó hatása, egyre tudatosabbak lesznek, egyre tudatosabb lesz mindenki, aki egyébként valamilyen fizetési tranzakciót akar majd megvalósítani. Egyre inkább fognak a szülők is abban segíteni a gyerekeknek, hogy megértsék ezt az új technológiát, gyerekek egyre szívesebben fogják használni, és nyilván a tanároknál is lesz egy olyan fajta feladat, hogy próbálják meg a gyerekek szemléletét formálni abba az irányba, hogy a minél transzparensebb, minél egyszerűbb, minél kényelmesebb fizetési megoldásokat válasszák. Mi úgy gondoljuk, hogy ha elindul ez a projekt, akkor lesz lehetőség arra, hogy szemléltessük igaziból valós iskolákon, valós gyerekeken, valós pedagógusokon keresztül azt, hogy igen, ez működhet, nem kell hozzá óriási nagy beruházás, nem kell hozzá óriási nagy felkészülés, egyszerűen csak egy, mondjuk úgy, hogy egy elhatározás kérdése, ehhez minden szakmai támogatást megfogadni. A kormányzat minden szakmai támogatást meg fog adni, a Mastercard és a Deloitte is. Az iskoláktól inkább csak egy türelmet fogunk kérni, és azt, hogy legyenek nyitottak erre a kezdeményezésre. Azt gondolom, hogy ha a nyitottság megvan, akkor onnantól kezdve ez a projekt sikerre van ítélve, és nagyon, nagyon új technológiáknak a bevezetését fogjuk tudni ezen keresztül megvalósítani. Azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, és talán mindenkinek legelső eszébe jutó technológiai megoldás az egy kártyaleolvasó lesz, és valóban akár ilyen egyszerű is lehetne ez a program, hogy beteszünk az iskolai büfébe egy kártyaleolvasót, vagy akár a gazdasági irodájába az iskolának beteszünk egy kártyaleolvasót, és azt gondolhatnánk, hogy akár készen is vagyunk. De valójában a helyzet azért ennél bonyolultabb. Miért bonyolultabb? Azért, mert például ahhoz, hogy a büfében tudjunk fizetni kártyával, ahhoz nyilván kell, hogy a vásárlóknál legyen kártya. A gyerekeknél nem feltétlenül van ma még bankkártya, sőt a világ egyre inkább abba az irányba megy, hogy nem is feltétlenül lesz bankkártya a jövőben sem náluk, hiszen ma már azért az a, mondjuk úgy, hogy a világban kirajzolódó trend, hogy akár telefonnal fogunk fizetni, akár egy karkötővel, vagy bármilyen okos eszközzel fogunk fizetni, vagy az óránkkal, de
úgy tűnik, hogy pont a bankkártya nem biztos, hogy a hosszú távon járható út lesz. És ezt meg kell ismertetni a gyerekekkel, be kell mutatni nekik, hiszen nagyon sokan ezt nem is tudják, hogy létezik ilyen típusú technológia, ami kiválthatja a bankkártyát, és ami egyébként ugyanúgy alkalmas a POS terminálokon való fizetésre. De ami ennél talán még érdekesebb az az, hogy nyilván nem csak POS terminálokról szól, és azzal kompatibilis eszközök bevezetéséről szól ez a program, hanem azt láttuk, hogy sok helyen már ma is így vagy úgy, de kiváltották a készpénzes fizetéseknek a lehetőségét valamilyen készpénzt kímélő módon, és nagyon sokszor ez átutalással valósul meg. Azt gondolom, hogy az átutalások vonatkozásában is azért nagyon sok eszköz áll ma már rendelkezésre. Nem csak arról van szó, hogy be tudunk írni a saját bankunk internetes felületébe egy darab bankszámlaszámot és a megfelelő összeget elutalni, hanem ma már nagyon-nagyon kényelmes módon tudunk akár előre rögzített utalásokat is elindítani olyan honlapokon keresztül, amelyeket kifejezetten ilyen fizetésekre hoztak létre. Tehát például, amit mi láttunk az Egyesült Királyságban, erre vonatkozóan ez egy nagyon jó példa lehet, és a pilotban is majd törekszünk ennek többé-kevésbé megvalósítására, ahol mondjuk egyetlen felületre be kell menni a szülőnek, és erről az egy felületről fog tudni akár közétkeztetésre mondjuk menzát fizetni, akár hogyha kell, akkor valamilyen más önkéntes befizetést teljesíteni, akár tankönyvet fizetni, vagy bármi mást, amivel éppen őt megtalálja az iskola, vagy bármelyik más szereplője a közoktatásnak, vagy akár a szülői közösség. Ezek új rendszerek, ezek sokkal kényelmesebb fizetést tesznek lehetővé, mint egy egyszerű átutalás, vagy azt kell mondjam, hogy talán még sokkal kényelmesebb fizetést tesznek lehetővé, mint akár egy bankkártyás fizetés, hiszen ezek a rendszerek intelligensek, megjegyzik azt, hogy korábban hová fizettünk, egy helyre összegyűjtik az összes fizetnivalónkat, és nagyon egyszerű, akár x-eléssel és egy megfelelő gomb megnyomásával tulajdonképpen minden fizetési kötelezettségünknek eleget tehetünk. Ha a program beválik, akkor a jövőben a diákok kényelmesen, akár karperecsel is fizethetnek majd. Nem is hasonlít egy klasszikus értelemben bankkártyához, egy egyáltalán semmi bankhoz vagy pénzügyekhez köthető fogalomhoz. Ez egy nagyon szép eszköz, ez gyakorlatilag érintős technológiával tud egy POS terminálon fizetést generálni. A 15 iskolát, amely részt vehet a készpénz nélküli bankkártyás ügyintézés tesztelésében, még ezután fogják kiválasztani. Az biztos, már többen jelezték részvételi szándékukat. Ennek a projektnek a szemléletformálás ugye a fő célja. Egyrészt ugye a gyerekek a fő célcsoport, akik gyakorlatokban, minden napokban fogják a készpénz kímélő fizetési módokat használni az iskolában, ugye az életük főszinterén, elsősorban a büfékben, de rajtuk keresztül a szüleiket szeretnénk mindenféleképpen górcső alá venni. Tehát, hogyha a gyerekek korszerű, innovatív eszközöket használnak, és pozitív tapasztalatokat szereznek, akkor reményeink szerint ez a példa ragadós lesz, és a szülők is áttérnek a készpénzről a korszerűbb, innovatívabb fizetések irányába ugye az élet számos egyéb területén is. Előzetesen már több workshopot tartottunk iskoláknak. Egyrészt csináltunk velük egy fókuszcsoportos felmérést is, nyilván az ő véleményük elengedhetetlen, és az ő tapasztalataikat mindenképpen belegyúrtuk ebbe a projektbe, illetve tartottunk nekik egy workshopot, ahol ezt leprezentáltuk gyakorlatilag ezt az ötletet, és azt kell mondjam, hogy 100%-os volt eddig az érdeklődés, tehát mind a 15 iskolából 15 jelezte, hogy örömmel csatlakozik, és ez nekem nagyon, nagyon jól esett. A program egy éven keresztül tart, várhatóan 2019 áprilisáig. Ha a tapasztalatok pozitívak lesznek, akkor a banki terminálok és bankkártyás fizetési lehetőség az ország számos iskolájában telepítésre, bevezetésre kerülhet majd.